Sziasztok, Tamás vagyok. Advent van. Az advent az egy várakozásokkal teli időszak, és maga a szó azt jelenti, hogy eljövetelem. És minek is az eljövetele? Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a latin Adventus Domini kifejezésből származik, ami annyit tesz, hogy az Úr eljövetele, és akkor ezzel meg is magyaráztam. De adjuk is a magyarázatokat. Picit szeretnék arról beszélni, hogy bennem mit jelent, bennem mit hoz fel ez a dolog, az advent. Számomra egy nagyon jó lehetőség, és én meghívlak benneteket is erre a lehetőségre, hogy éljetek vele. Ez a várakozásokkal teli időszak egy belső munkára, és egy nagyon jó kihívás, egy felhívás. Fontos, hogy ne kívülről várjuk a megváltást. Nagyon fontos, hogy ehhez természetesen segítséget kérhetünk, de sose azt várjuk, hogy majd más oldja meg helyettünk kívülről. Én azt gondolom, hogy ez egy belső munkának kell lennie, és hogy minek is kell ennek a belső munkának lennie, az, hogy egy más minőségben tudjunk jelen lenni a világban, az, hogy bennünk tudjon megszületni ez a fény. És tényleg lehet ehhez segítséget kérni, de ez ettől függetlenül egy belső munka marad. Az adventnek van négy fontos üzenete. A hit, a remény, az öröm és a szeretet. Mi is az a remény? A remény talán önmagában a várakozást jelenti, egy várakozással teli időszak, mint az advent is. A remény ez egy folyamatos belső munkára ösztönző dolog, szerintem. Mert valami olyasmiben bízunk, reménykedünk, ami még ugyan nem történt meg, de szeretnénk, hogy ez a számunkra legkedvezőbb módon történhessen meg. És én azt gondolom, abban hiszek, hogy ez meg tud születni, de csak akkor, hogyha beletesszük azt, hogy rajtunk már nem újjon semmi. És akkor ez egy nagyon szép időszakká tud válni. Én azt látom a gyakorlókon is, akik hozzánk érkeznek, hogy a legtöbbekben ott van az a remény. Nem elvárható, hogy a hit is jelenjen meg azért, mert ha valakinek komolyabb problémái vannak, és már több negatív tapasztalata is van más helyekről, akkor egyáltalán nem elvárható az, hogy higgyen abban, amit itt végzünk, amit elvégez magán otthon a gyakorlatokkal. Mert igazából nem is ettől működik az, amit csinálunk. Hogyha pusztán a hitre alapoznánk, akkor ezt igazából placebónak nevezhetnénk. De nem ettől működik ez a módszer. Viszont nagyon jó, hogyha ez a remény teljesség ott van bennetek, eljöttök hozzánk. Nyilván van egy célotok, amit szeretnétek elérni. És ehhez kapcsolódik az a remény, hogy reméljük, remélitek, remélem, hogy ez a cél, ez minél gyorsabban elérhető. De itt jön az, amit mondtam az elején, hogy ez egy belső munkának kell lennie ennek. És hogyha megtesszük azt, ami rajtunk múlik, hogy rajtunk már nem múljon, akkor én azt gondolom, hogy nyugodtan feketünk le minden este, és tovább bízhatunk, reménykedhetünk abban, hogy minden úgy lesz, ahogy azt mi szeretnénk. És nagyon érdekes, mert amikor gondolkoztam, egy picit befelé figyeltem, hogy számomra mi is a remény, van, ami jutott eszembe, és segítséget is kértem tőle. Nem úgy, ahogy ti gondoljátok, a honlapunkon van egy ilyen lehetőség, hogy kérdezz Anamét. És összefoglaltam magammal, hogy mit is szeretnék kérdezni ezzel a témával kapcsolatban, és amikor rákatintottam a gombra, azt a választ kaptam, hogy nincs olyan, hogy hamis remény. Minden pillanat, amit a reményben töltesz, nagy ajándékokat hoz. Úgy gondolom, ez egy nagyon szép végszó erre a néhány gondolatra. És én további
várakozásokban és reményben teljes időszakot kívánok nektek, és boldog ünnepeket. Sziasztok!